Október 23-án emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Történelmi visszatekintésünk után összefoglalót láthatnak Ráckel város ünnepi megemlékezéséről, melyet az Ács Károly Művelődési Központban rendeztek. Október 23-a. Délután egyetemisták ezrei vonulnak fel Budapest belvárosában. Változásokért tüntetnek. Már hetek óta zajlik a hatalmi harc a sztálinisták és a reformkommunisták között. A budapestiek tömegesen csatlakoznak a tüntető diákokhoz. Tüntetés, amit a lengyelországi események szolidaritási felvonulásának hirdettek meg, de kormány, illetve pártellenes megmozdulássá vált. A kora esti órákra már több mint 200 000 ember gyűlt össze a parlament előtt. Egyre hangosabban skandálják követeléseiket. Szabadság, demokrácia és persze ki az oroszokkal. Eldördülnek az első lövések, sor tűz az AVH-sok fegyvereiből. Ezzel a békésnek induló tüntetés egyszeriben fegyveres felkelésbe torkollik. A város pillanatok alatt tele lesz felfegyverzett civilekkel. A fegyvergyárak dolgozói és a honvédség tagjai fegyverzik fel őket a harcra. Hogy csillapítsák a kedélyeket, a kommunista párt akkori vezetői elfogadják a felkelők egyik követelését. Miniszterelnöknek nevezik ki Nagy Imrét, és megbízzák az államügyek intézésével. Egyúttal riasztották az országban állomásozó szovjet csapatokat, akik még az éjszaka folyamán Budapestre érkeznek. A belvárosban több helyen is folyik a harc. Házról házra magyarok az oroszok ellen. A civilek hiányos kiképzésüket és felszerelésüket elszántsággal és kérlelhetetlen keménységgel egészítik ki. Tűzoltó tömlőkből benzinnel locsolják az orosz tankokat, és molotov koktélokkal gyújtják fel őket. 5 nappal a forradalom kirobbanása után, október 28-án Nagy Imrének sikerül fegyverszünetet elérnie. A nők és a gyermekek ismét kimernek menni az utcára. Magyarországon új korszak kezdődik. Október 30-án a szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat. Már másnap mindenhol az országban független újságok jelennek meg. Az új kormány közkegyelmet hirdet, megszünteti a gyűlölt AVH-t, megalakul a nemzetőrség. Eufórikus a hangulat. Amikor Magyarország bejelenti, hogy kilép a Varsói szerződésből, Moszkvában betelik a pohár. November 1-én visszafordítják a határ felé tartó csapataikat és újabbakat is indítanak. A magyarok elkeseredetten védekeznek. Az oroszok több mint 1200 tankkal próbálják a magyar ellenállást leverni. A magyarok közül sokan reménykednek abban, hogy Amerika, illetve a nyugatiak a segítségükre sietnek. 1956. november 16-án a felkelők megadják magukat. Budapest romokban hever. 3000 magyar életével fizetett a szabadságharcért. A himnusz hangjai után Kondor Katalin újságíró mondta el ünnepi gondolatait. Tisztelt ünneplő közösség, kedves ráckevei polgárok! Mindenekelőtt szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy fölkért erre az ünnepi beszédre, és egyszer mind azt is elmondani önöknek, hogy ne várjanak tőlem politikai nyilatkozatot, miután nem vagyok politikus, sőt, mi több nem is szeretnék ez időtájt az lenni. Hogy mégis vállaltam, és hozzá örömmel vállaltam ezt a felkérést, ha kicsit féltem is tőle, annak az az oka, hogy én szeretek ünnepelni. Rájöttem ugyanis az évek során arra, hogy ünnepek nélkül nehezebb a hétköznapokat elviselni. Rájöttem arra is, hogy egyrészt államilag kötelezően elrendelni ünneplést nem lehet, mert csak abból lesz ünnep, amit az emberek szívükben hordanak, másrészt viszont, ami benne van az ember szívében, azt jó megünnepelni. Ráadásul ezek a jeles alkalmak módot teremtenek az elmélyedésre, a megismerésre, a találkozásra, meg annak a megállapítására is, hogy merről érkezik az igazán őszinte szó. Ezek közül még mindig 20 esztendőnyi, úgymond demokrácia után is talán a legfontosabb a megismerés. Történelmi ünnepeinken, mint ez a mostani is, a történelem megismerése. Lehet-e vitatni, hogy Magyarországon hosszú évekig, évtizedekig az ünneplés jogát is elvették az emberektől, ezért igaz emlékezésekről nem is lehetett szó.
saját történelmünket titkolták és titkolják még mindig, vagy éppen meghamisítani igyekeznek a gondolatrendőrök, a még mindig köztünk munkálkodó gondolatrendőrök, azok, akik a 20. század politikai eseményeit példás következetességgel ferdítik, esetünkben ugyebár 1956 óta. Ha önök 4 esztendővel korábban kértek volna föl erre az ünnepi beszédre, ez utóbbi néhány mondatot talán nem így mondom el, de lehet-e megfeledkeznünk a 3 évvel ezelőtt megélt, átélt, látott eseményekről és az 50. évforduló óta eltelt időszakról? Nem lehet. Arról, hogy az 50. évfordulót ünneplő tömeget a hazug internacionalisták, akik a múltat ugyebár végképp el akarják törölni, véres verekedés részeseivé tették a magyarság szent október 23-án. Arról, hogy az ország vezetői azóta is minden nemzeti ünnepünket kordonokon belül amolyan majomketrecben ünneplik, vagy csak úgy tesznek, a nemzet ünnepén, amelyről éppen csak a nemzet van kizárva. Mi nevetséges, hogy szép emlékhelyeinken egyedül nekik parádéznak a lovak, a huszárok, a katonák, az emberek pedig kilométeres távolságban rácsok mögül néznek szomorúan, indulatosan, kiki vérmérséklete szerint. Vagy lehet-e, szabad-e megfeledkeznünk arról, hogy még mindig ülhet a parlamenti padsorokban olyan képviselő, aki 1956-ot gyilkos, nyilas keretlegények randalírozásának nevezi? Nem lehet. Működnek és működhetnek tehát a történelem hamisítók. Általános iskola alsó tagozatába járó gyerek voltam 1956-ban Debrecenben. Emlékszem arra az október 23-ára, amikor számunkra valamilyen titokzatos okból elengedtek bennünket az iskolából. A főutcán már tüntettek az egyetemisták, és én a járdán követtem őket. Többek közt azt kiabálták, visszahozzuk Nagy Imrét. Nem értettem az egészből semmit, ki az a Nagy Imre, és honnan kell őt visszahozni. A hangulatot azonban érzékelni lehetett már egy olyan kicsi gyereknek is, a lázadást, az izgalmat. Az egyetemisták soraiban ott menetelt osztálytársam nővére is. Sok kép él még bennem, de azt nem tudtam, egészen sokáig nem tudtam, hogy Debrecenben dördült el az első lövés az országban. Azt viszont tudtam, mert láttam, saját szememmel láttam, hogy november 4-ét megelőzően a mi házunk előtt vonultak végeérhetetlen sorban a szovjet tankok. Soha annyi tankot Debrecen népe még nem látott. Katonaviselt édesapám meg is jegyezte, ennyi tankkal egész Magyarországot el lehet pusztítani. Hát a fővárost sikerült is, meg a forradalmat. És akkor hosszú időre, képletesen szólva, elpusztult egész Magyarország. Nekem ezek a legerősebb személyes emlékeim 1956-ról. A többit már mások elbeszéléseiből, könyvekből, többnyire titokban szereztem. Mert hogy beszélni, írni, vitázni erről nem volt szabad 34 esztendőn át. Tudják, mi volt az én gimnazista tankönyvemben a forradalomról szóló fejezet címe? Az idősek persze, hogy tudják, de azért felidézem. Az ellenforradalmi támadás és leverése, tovább a szocializmus építésének útján. Hát mentünk tovább, az már biztos. Nos, az ország kiszakítása a szocialista táborból akkor 1956-ban sajnos nem sikerült. Nem is sikerülhetett, hiszen világbirodalmat, kommunista terrort, nemzetgyűlölő vezetőséget egy ilyen kis ország egyedül legyőzni nem képes. Egy lelkileg, szellemileg, fizikailag kivérzett nemzet emberfeletti erőfeszítése volt az az októberi alig 2 hét, amikor megunta az AVH rémtetteit, a kitelepítéseket, a munka- és haláltáborokat, a padlás lesöpréseket, és utolsó erejét is összeszedve azt mondta ez a nép, elég volt. És a mai kort elnézve szinte hihetetlen, szinte nem érthető, nem felfogható, hogy 10 éves kiskorú srácok mentek puszta kézzel a tankoknak, harcban nem edződött emberek fogtak fegyvert a pesti utcákon, és a megtorlás idején százak mentek a bitófa alá kiáltva, éljen a szabadság, éljen Magyarország. Milyen égi küldetés volt ez? Mi adta az erőt ezeknek az embereknek, hogy a világháború pokla után 11 évvel egy másik pokolból kíséreljék meg a kitörést? Nem tudjuk, nem megfejthető. Miért van az, hogy évtizedekig tűr az ember néha, vagy tán évszázadokig is, máskor meg ki tudja honnét, de bátorságot merít ahhoz, hogy kicsiny nemzetként hadat üzenjen egy nagy elnyomónak?
A történelem őrzi titkát, és nekünk, ma élőknek már csak egy kötelességünk marad. Minél többet megtudni arról a korról, arról az időszakról, amelynek visszajövetelétől Isten óvjon mindenkit. És ha még többet tudunk majd arról a korról, az egyben azt is jelenti, képesek vagyunk megakadályozni a megismétlődését. Csak hogy azt is be kell vallani, nagyon sokan nem tudunk még eleget. Pár esztendeje, október 23-ára készülve az egyik televízió munkatársai megkérdezték az utca emberét, mit ünneplünk október 23-án. A válaszok lesújtóak voltak, idézek néhányat. Nem is tudom, a felszabadulást? Ja igen, akkor volt az ellenforradalom. Itt tartunk, de csodálkozni nem kell. Az agymosás időszaka igen hosszú volt, és tart azóta is. Kivált, mert a hatalom birtokosainak kifejezetten érdeke történelmet hamisítani, történelmi múltunkat eltitkolni, elferdíteni, hiszen ha a magyar emberek büszkék lehetnének dicső és persze nagyon sokszor szenvedésekkel teli, de mindenképpen tanulságos történelmi múltjukra, mert megismerhetnék azt, akkor soha többé nem fordulhatna elő, hogy visszaszavazzák a hatalomba saját gyilkosaikat, avagy azok szellemi örököseit. És ez a lényege annak, miért is próbálják elhazudni, titkolni, elferdíteni közös múltunkat. Pedig örök igazság, a múlt és a jelen ismerete nélkül nincs jövő sem, mert nincs mihez igazítani életünket, nincs gyökerünk, kapaszkodónk, önbecsülésünk. Vajon tudják-e, tudjuk-e mindnyájan, hogy az 1956 utáni megtorlás soha nem látott méreteket öltött, hogy mindenkit, akinek valamennyi köze is volt az eseményekhez, lajstromba vettek, börtönbe csuktak, ellehetetlenítettek, kivégeztek. Hogy a halottakat jeltelen gödrökbe gurították, holtukban is meggyalázták, megalázták olyan emberek, akik földi pályafutásukat úgymond közmegbecsülésben fejezték be, vagy akik még mindig itt élnek közöttünk, báránybőrbe bújva, avagy mostanság éppenséggel levetve azt. Észreveszik-e, felfogják-e elegen, hogy sokan, akik pökhendien és kioktatóan hirdetik a demokráciát, 20 esztendővel ezelőtt még éppenséggel gyűlölték azt. Úgy gondolom, hogy bár a tények nagy részét föltárták mára, vagy éppen a szemünkkel is láthattuk, még mindig nem tudjuk, nem ismerjük elegen ezeket a tényeket. Különben hogyan is volna lehetséges, hogy például az 56-os hősök nagy része még mindig nem kívánatos személy lévén, nem csak hogy nem kap nyilvánosságot, hanem elfeledve szegénységben tengeti életét. Hát úgy lehet, hogy a tisztaság, az erkölcsösség és a hazafiság megfellebbezhetetlen igazsága mindig, még mindig gyűlöletet és eltiporni vágyást vált ki azokból, akik a bűnöket elkövették, és persze örököseikből is. Ezzel a ténnyel bizony szembe kell néznünk. Hiába hittük, hogy lezárult a múlt, hogy vége a suttogva kimondott igazságok korának, tévedtünk. Az igazságokat megint csak suttogva, vagy félig lehet kimondani. Tovább igazgat a fortélyos félelem, pedig aligha hinném, hogy bele kellene nyugodnunk abba, hogy a hazugság mindennél hatalmasabb ezen a földön, és hogy a magyar nemzet jövőjét végleg elnyelje a gonosz áradata. Olyan korban élünk, ahol gyorsan elévül a bűn felejteni érdek, Ábel emlékünnepén Káin mond beszédet. Ez az utóbbi mondat egy idegenbe szakadt hazánk fia bizonyos Csokics János költő verséből való igaz mondat, aminek tartalmával bizony szembe kell néznünk, és keresztényi módon meg kell bocsájtanunk a bűnösöknek, a nemzetárulóknak, feltéve, ha megbánták bűneiket. Ezt ők nem értik. Se baj. De azt talán igen, hogy a megbocsájtás nem jelent felejtést. Felejtenünk nem szabad. Ehhez persze meg kell hallgatnunk a még élő tanukat, tovább kell folytatni a történelmi kutatásokat, és tisztába kell jönnünk a magyar történelem folyamatosságával, a hibáival is. És hinnünk kell abban, hogy itt a Kárpát-medencében újból megszülethet egy önálló, tekintélyes, szép ország, feltéve, ha elegendően hisznek abban, hogy valóban megszülethet. És ehhez három dolog kell. Hit, tudás és tiszta erkölcs. Méghozzá egyszerre. Merjünk tehát nagyot álmodni. 1956 is bebizonyította, hogy képesek vagyunk rá, miért is ne bíznánk a folytatásban. Ez persze egy életre szóló feladat, tudjuk ezt mindnyájan.
Magam részéről mélységesen hiszek abban, hogy minden népnek az a dolga itt a Földön, hogy higgyen saját nemzete, és persze az emberiség hivatásában. Szerintem az a kötelességünk, hogy tudjuk, Isten azért teremtette így sokszínűvé a világot, mert akart velünk valamit, mindnyájunkkal itt a Földön, akik hisszük és valljuk őt. Nekünk, magyaroknak saját színeinket kell megőriznünk, a saját területünket, múltunkat, értékeinket, tudásunkat, szabadságunkat. Nem hagyhatjuk, hogy bárki leigázzon bennünket. Ez 1956 üzenete örökérvényűen. Az ünnepi beszédet követően a gimnázium tanulóinak műsora következett. Üdv néked, ifjúság! Üdvözd légy, magyar nép! Ki lángban és vérben születtél meg újra három nagy éjszakán, vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel nevét mostanában így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja? S mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújt? Hús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 1945 áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Új kormányt, Nagy Imre vezetésével. A bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad többpárti választásokat. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. A Kossuth címer visszaállítását. Március 15-e nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a BEM térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Megyünk, s valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a pesti utca. Este fél tíz körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa-György úton álló Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A rádiónál a 16 pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük. A feldühödött tömeg jelszavakat skandált. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart! Sötétedéskor eldördültek az első lövések, megindult a fegyveres harc.
Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére folyt. A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Másnap, 24-én reggel szovjet tankcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfojtására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságharccá változott. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok között sok volt a 10 éves pesti srác. Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék. És ha engem egyszer lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomulna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünneppé vált. Újjáélett a több párt rendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Volt a hited, a szent, a nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rózsaág. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. ...1956. november 4-én, vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. Nagy Imre Bati, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indította fővárosunk ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink
harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkas réten halottak napi mise csend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Albert Camus, a magyarok vére. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse, a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia. És ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Hisszük, hogy bontakozik valami a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet. Bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, amelyet kultúrának nevezünk, és ami a szabad alkotás és szabad munka terméke. Ernesto Pinto, dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz. Áldottak az özvegyek, kik a holt apák puskáját a fiak kezébe adták. A műhelyben a helyükre álltak, és a mezőre mentek. Az ózsdi tűzhely általuk varázslik fel újra. A fiatal búza meg beérik az olajfák árnya mellett. Áldottak a gyerekek, kik búgó csigáig sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták, és a hazát. Általuk szállnak vissza a lepkék, és ragyog a lég, s víg nevetés fecskéi ébrezgetik a rétvirágát. Áldottak a diákok, kik zsongó iskoláikból az utcára rohantak, zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat. A madarak általuk hozzák vissza a napok virágát. A nyíló körtefákon, meg a tavasz fehér ruhát kap. Áldottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. Értük a gyárkémények ajkán új zsoltárok fakadnak, s a házak ablakán, mint a nap, süt be az igazság. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen mellük falát emelve. Általuk őrizhetik majd nagyapák az unokákat, olcsó pipájuk kereken szálló füstjén merengve. Áldott légy, Budapest! Lerombolt falaiddal
és megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal, és földre sújtott tornyaiddal. Áldott légy, Budapest! Gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát, s halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság. A történelem kereke végül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiába való. 1989. október 23-án, a forradalom 33. évfordulóján, éppen ma 20 éve, Szűrös Mátyás, a parlament akkori elnöke, az országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.